olimpia egyik legnagyobb szenzációját szolgáltatták a Lőrinc testvérek. Tamás arany, míg öccse Viktor ezüstérmet szerzett. Köszöntjük őket a stúdióban. Mennyire volt ez szenzáció, már abból a szempontból, hogy mennyire volt meglepetés? Mert azért a sportban úgy lehet érezni, hogy valaki formában van, és jót fut. Hát mi abszolút erre készültünk, ez volt a forgatókönyv, sikerült. Nem, hát én is úgy gondolom, hogy az ember nem érhet el úgy a célba, hogy nem számít rá, hogy arra megy, nem? Tehát, hogy igen, titeket igen. Azért nem ért ez meglepetésként. De azért ez nagyon nagy meglepetés volt. Szóval hát nagyon régóta ez egy nagy álmunk, hogy egy olimpián így szerepeljünk, és hát azért még mindig ízlelgetjük, pedig már lassan eltelt egy hónap, hogy ilyen versenyt tudtunk futni. Így van, valóban azért nyilván egy sportoló életében nem mindig úgy jönnek össze a dolgok, ahogy eltervezi. Főleg úgy, hogy megjártunk már olimpiát, Tomi többet is, és nagyon jól tudjuk, hogy azért nem úgy jönnek mindig a sikerek, ahogy azt eltervezzük, de viszont ebben a felkészítésben most minden összeállt. Tominak igazából úgy gondolom, hogy zökkenőmentes volt a felkészítése. Az enyém egy kicsit nehezebb volt, de így, hogy mind a ketten döntőt tudtunk birkózni, és abból lett egy aranyérem, ez tényleg fantasztikus, úgy gondolom. Apropó aranyérem, hoztatok? Én megmondom őszintén, a kocsiban maradt az. Erre készült! Jézusom, egy álom! Úristen! Figyelj, erre készült! Megmondom őszintén, hogy kicsit sietnünk kellett, mert megcsúsztunk, és itt van a kabátomban amúgy. Megvárjuk, akkor jó? Addig a tesóddal beszélgetünk. Adás végén, hogy mutassátok meg neki, ezt mondogatta nekem reggel, mert kérdezett. Itt van a kabátodban? Igen, igen. Behozod? Igen, itt van. Légy, tényleg mit van, ha beszélgetünk addig? Nyugodtan, menj, abszolút, ne aggódjál. Megvárunk, köszönöm, ne haragudj. Hát legyen már egy makeszt. Felkészült volt nekem. Esküszöm, hogy nem rágom meg, mert biztos, hogy mindenki azt csinálja. A kislánya már megrágta, úgyhogy ő már ezt már elvégezte, ezt a procedúrát. Azt látta apukáját a tévében, hogy apukája ugyebár megharapta a dolgot. És a Dóri kislánya. Tessék, friss, ropogós. Szabad, köszönöm. Azt a mindenit. Azt tudtam, hogy nehéz, de ez nagyon nehéz. Igen, tehát, hogy ezt el kell, hogy mondjam, hogy ez... És gyönyörű szép. Igen. Tokió 2020, ami hát ugye egy kicsit fura lehet. Igen, igen, de hogy... Nem sikerült. Akarod megfogni? Én a Risto Vévijét fogtam, az nem ma friss, megnézek egy ilyen frisset. Hú, ez tényleg jó nehéz. Azért ez csodálatos érzés, azt gondolom. Tudom, hogy ez most a díjhoz képest semmi, de milyen aranytartalma van egy ilyennek? Szóval nem tudom pontosan, de szerintem az arany része az csak a külső borítás, és amúgy ilyen újrahasznosított anyagokból készült maga a legnagyobb része. Amúgy van benne még ezüst is. Úgyhogy az ilyen több dolog. Azért az ezüstérem is szépen csillog. Abszolút. Na, szóval azért az is. Én nem tudom, lehet kapni ilyen csoki boltot, tudod, én azt szoktam venni. Egyébként ez hogy történt, hogy lementél birkózni, és ment utánad az öcsi, vagy szóval, hogy ez, hogy mind a ketten ugyanezt a sportot? Az egész életünket ismered úgy. Ez tulajdonképpen, úristen, azért mi mehetett otthon? Tehát, hát hogy igen, szerintem nem volt elég az edzés, ti állandóan, nem? Igen, a gyerekkorunk az tartalmas volt. Üzenemes gyerekkor volt. Igen, igen. Én voltam a kisebb, aztán megváltozott idők, közben én lettem a nagyobb, de, igen. De azért igen, nehéz volt, és a szüleink is úgy gondolták, hogy inkább edzésre legyenek, és ne otthon, mert akkor otthon sok kárt tudunk okozni, a feszültséget levezetni inkább máshol, és akkor ezért gondolták, hogy akkor jobb, hogy le tudtátok vezetni? Mert én emlékszem, amikor kajakoztam, úsztam, hogy úgy nyugis gyerek voltam, mert úgy elment maradt az energia. Maradt. Igen, hát igen, azért ez nem lehetett egyszerű, gondolom, ez az egész élet akkor így erről szólt. Egyébként kiért? Magatokért izgultok ilyenkor jobban, vagy tudtad, hogy a tesód is megy, mind a kettőtök hát szól ez a kérdés, hát nyilván azért az ember a másikért is izgul nagyon. Igen, az sem volt egyszerű, ugyanis nem nagyon tudom nézni a mérkőzéseit, mert valahogy segítenék neki, vagy hogyha valamit nem jól csinál, akkor miért nem azt csinálja, és nem tudok ebbe beleavatkozni, úgyhogy az ott egy nagyon nehéz dolog, de hál' Istennek most azért eléggé rendben volt, és úgy értékeltem a versenyzését, hogy jól csinál. Szoktátok elemezni például? Tehát, hogy így mondjuk visszanézitek, és akkor rászólsz, hogy itt miért nem azt csináltad, hogy, és akkor legközelebb mondjuk te megfogadod a tanácsát. Így van, azért nagyon jó, hogy kiül elő szeme, és ha pont a Tomi, akkor annak nagyon örülök, ugyanis tényleg olyan dolgokat tud észrevenni, amit én belül nem érzek meccs közben.
Viszont visszatérve a kérdésetekre, nem tudom, hányan látták az iráni elleni elődöntőjét. Hát ott azért egy kilót így egy ütőhelyen belebírtam adni, ugyanis annyira izgultam, és egy olyan fordulatos mérkőzés volt, amiből kijött győztesen, hogy alig bírtam magammal, szóval, hogy egyszerűen hihetetlen volt. Én úgy gondolom, hogy életeleg nehezebb mérkőzése voltak volt. Voltak nehéz pillanatok. Az olimpiai döntő nem volt ennyire nehéz, mint az elődöntő, de megoldotta. Pihentek? Az fantasztikus eredmény szerintem. Most biztos pihenni fognak, amit elértetek, de ezt hadd meséljem, mert a legmeghatározóbb élmény volt a kislányom 7 évig karatézott, amikor egy ikerpárt összeraktak ellenfélnek, és végig sírták. Oh. És olyan gyönyör, egy nagyon megható pillanat volt, de nehéz pillanat, úgyhogy egy kicsit értem, hogy nektek milyen egymást nézni, nekünk meg boldogság titeket nézni, úgyhogy gratulálunk. Nekünk is egy megható pillanat. Igen.